A szakképzési törvény legfőbb változása, hogy az idei évtől már a második szakképesítés oktatása is ingyenessé válik, amelyen a felnőtt oktatás keretében lehet részt venni. Emellett ez évtől a nappali tagozaton és a felnőtt oktatási rendszerben résztvevőkkel is köthető tanulószerződés. Ez is elhangzott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési fórumán. A kamarának a célja, hogy 2018-ra 70%-ban tudjuk kihelyezni a tanulókat a munkaerő piacra. Ez egy hosszú távú elképzelés, ehhez az is szükséges, hogy minél több gazdálkodó szervezetet tudjuk bevonni ebbe a rendszerbe, minél többen vállalják fel a gyakorlati képzést. Ehhez az állam hozzáteszi a jogszabályi rendszert, illetve jó normatívákat biztosít számukra, tehát biztos vagyok benne, hogy megéri a tanulóképzéssel foglalkozni, másrészt pedig a saját munkavállaló tud majd magának kitermelni. A képzési területek a helyi szakképzési centrumok irányítása alá tartozó intézményekben érhetők el. A szakképzési centrumok 2015. július 1-én kezdték meg működésüket átfogó feladatkörrel. Alapvetően egy fenntartói, működtetői és szakmai felügyeleti szerepet töltenek be. Lassan kialakul a szervezeti felépítése. A céljai, feladatai azok adottak a duális szakképzés, illetve a szakképzési törvényben megfogalmazottak alapján. A Kisvárdai Szakképzési Centrumhoz 5 tagintézmény tartozik, Záonytól Csengeren át Fehérgyarmatig, és természetesen Kisvárda. Ide körülbelül 3000 tanuló jár, és lényegében ugye megörökölt a szakképzési centrum azt a szakmai struktúrát, amit ezek az intézmények kialakítottak maguknak. A Kisvárdai Szakképzési Centrumban pedagógiai, fémipari, könnyűipari és idegenforgalmi képzést nyújtanak. Jelenleg szakképző, szakiskolai és gimnáziumi formában oktatnak az intézmények, ami a következő tanévtől megváltozik. Szakközépiskola és szaki gimnáziumi rendszerben lesznek elérhetők a képzések.